Tizedik fejezet. Elágy, Lokhen egy olyan teremtmény előtt állt, aki egy sötét Isten rémálmaiból született. A tisztás túloldalán magasodott, majdnem kétszer akkora volt, mint ő, és a karmai az avarba mélyedtek. Meg vagy végre, Sziszek te hal halfogaknál élesebb fogai közt. Gyere velem, kislány, és megígélem, seperc alatt végzek veled. Hazudik! Elágy látta, hogyan méregeti, hogyan görbíti a karmait, mintha már érezné, hogyan tépi fel puha hasát. A lény úgy jelent meg, mintha egy sötét felhőből esett volna le. Nevetett el egy csikoltozásán, aki most remegő kézzel emelte maga elé a kését. Úgy állt előtte, mint egy ember, úgy is beszélt, a szemei pedig, a tekintete teljesen lélektelen volt, miközben a személynek a formája is emberi volt. Szörnyeteg! Micsoda szörnyű elme álmodhatta meg? Tudta a választ. Segítségre volt szüksége. De a harcos, akivel a pataknál találkozott, minden bizonyal a többi szörny karmai között végezte. Vajon meddig tartott ki a mágiája? A szörny közelebb lépett, izmos lábai túl fürgén szelték át a kettejük közötti távolságot. Elájt hátrált, bár tudta hiába, úgy sem fog tudni elbújni a fák között. A véred is olyan édes, mint az arcod, kislány. Szürkés nyelvével a szörny a levegőbe nyalt. Gondolkodj, gondolkodj, szedd össze magad. Mannon vajon mit tenne egy ilyen lényel szemben? Mannonnak viszont ott vannak a vaskörmei és a vasfogai. Neked is megvan mindened, ami kell. Suttogta a kis hangocska a fülében. Használd, amit van. Nem csak vas és acél fegyverek léteznek. Remegett a térde, de felszegte az állát, és belenézett ellenfele fekete emberi szemébe. Csak óvatosan. Mondta olyan halkan, szinte dorombolva, ahogy Mannon szokta, amikor halára akart rémíteni valakit. Belenyúlt a mellény zsebébe, kivette a küldarabot és a markába szorította. Azt akarta, hogy más világi ereje töltse be a tisztást, sőt, az egész világot. Magában azért könyörgött, hogy a szörnyetek ne nézzen az öklére, ne kérdezze meg, mi van benne. Elnyújtva megkérdezte. Szerinted, a sötét király örülne, ha te kárt lennél bennem? Nem tudta megvetően végigmérni a szörnyeteget, mivel az kétszer akkora volt, mint ő, így csak Pimas bosszús arckifejezést töltött. Azért küldtek utamra, hogy kutassatok fel egy veszélyes bűnözőt. Ne avatkozz a dolgomba. Ekkor úgy tűnt, hogy a lény felismerte a bőrruháját és a kő körül terjengő furcsa más világi szagot. Mintha összezavarodott volna. Elájda hűvös elégedetlenség állarcát öltötte magára. Tűnj el a szemem elől. Majdnem elhányta magát, de azért elindult a lény felé, a biztos halál felé. Olyan peckesen járta, hogy mannon szokott, erőt vett magán, és folyamatosan nézte a denevérszerű undorító arcot. Mondd meg a fivéreidnek, ha még egyszer beleütitek az orrotokat a dolgainkba, akkor személyesen intézkedem arról, hogyan tálaljanak fel benneteket a vacsorán moradban. Látta a lény személyben a kételyt, de a valódi félelmet is. Vaktában beszélt, arra alapozva, amit itt-ott véletlenül hallott, de úgy tűnt szerencséje volt. A lény ugyanis reszketni kezdett körülbelül öt lépés távolságban megállt. Nagyon is tisztában volt azzal, hogy a gerincében mekkora kárt tehetnének a tűhegyes karmok és fogak. – Miért menekültél előlünk? – kérdezte a lény. Elágy szándékosan hátat fordított neki, úgy felelt fekete csőrű mannon hideg gonosz hangján. – Nem tűröm, hogy mindenféle alsóbrendű lények kérdezgessenek így is sokáig feltartottál, és az a támadásod miatt megsérült a bokám. Imádkozz, hogy nem emlékezzek az arcodra, ha visszatérek a morati főhadiszállásra. Azonnal tudta, hogy hibázott. De nem állt meg, ment tovább, próbált minél kevésbé bicegni. A lény a háta mögött valamit sziszegett. Micsoda véletlen, hallotta Elájt hogy mind a kettőnk áldozata sántikál. Ennit könyörüljön meg rajta. Eddig lehet, hogy nem is vette észre, hogy sántít. Hogy mennyire ostoba, miért kellett fecsegnie össze-vissza? Meneküléssel csak rontana a helyzetén, elismerné, hogy a szörnyetek bizony jól sejti késő valójában. Megállt és próbálta azt sugározni magából, hogy most már végképp elfogyott a türelme, milyen padalságot hiszeksz itt nekem a hátam mögött? Teljes magabiztosság, fortyogó dű. A szörnyeteg újra ledermett. Utolsó egyetlen esély. Gyorsan rá fog jönni, hogy átejtettek. Farkas szemet néztek. Olyan volt, mintha egy döglött kígyóval szemezne. Olyan halálosan veszélyes nyugalommal a hangjában beszélt, ahogy a boszorkányok szoktak ne kelljen megmutatnom neked, hogy a sötét király ő felsége mit ültetett belém azon az asztalon. Mint egy válaszképpen a kezében lévő kő lüktetett egyet. Elájd esküdni mert volna, hogy sötétség villant. A lény összerezzent és hátrált egy lépést. Elájd vetett még egy utolsó bosszús pillantást rá, aztán egyszerűen elment. Fél mérföldet haladhatott, amikor az erdőbe végre visszatért a pesgés, a madár csicsergés, az élet. Elájd ekkor térdre ragyott és elhányta magát. Epét és vizet hányt, majdnem kihányta a belét is, és közben valahogy a félelemtől is megszabadult. Megkönnyebbült, és egy időre az éberségről is megfeledkezett. Értelen egy nagy kéz ragadta vállon, és maga felé fordította. Elájt kirántotta a tőrét, de lassú volt. A kéz kiütötte a kezéből a kést, ami a földre hullott. Elájt azt a férfit látta maga előtt, akivel a pataknál találkozott. Az arca sáros volt, nem, nem is sáros. Vértől, fekete vértől bűzlött. – Hogy csináltad? – hőkölt hátra elájt. – Először te mondd el! – mordult rá a férfi, de hirtelen hátrafordult az erdőt fűrkészte. Elájt követte a tekintetét, de nem látott semmit. Visszanézett a durva arcra, de az illető már a torkának szegezte a kardját. Elájt próbált kiszabadulni, de a férfi karon ragadta, és az acél finoman belevágott a bőrébe. Miért van olyan szagod, mint nekik? Miért üldöznek? Sajnos már a zsebében lapult a kő, egyébként megmutatta volna neki. Elővegye és ha félreérti a mozdulatot és lesújt a kardjával. A hangocska a fejében azt súgta, hogy jobb, ha nem veszi elő. Úgy döntött, hogy újabb igazság morzsát ad elő. Hónapokig maradban éltem, és átvettem az ottani szagot. Azért keresnek, mert megszöktem onnan. Észak felé menekülök, biztonságba akarok jutni. Ellenfele olyan gyorsan leengedte a pengét, hogy szabad szemmel nem is tudta követni, de csak azért, hogy belevágjon a karjába. Megkarcolta, ám csak egyhe fájdalmat érzett. Figyelték, ahogy a vére vörösen kibudjon és lecsöpög. Úgy tűnt, a harcos megelégszik ennyivel. Hívhatsz nyugodtan Lorkennek, mutatkozott be, bár Elaid, nem kérdezte a nevét. Széles vállára kapta Elaidot, mint egy krumplizsákot, és ruhanni kezdett másod másodpercek alatt rájött két dologra. Egyrészt, akármennyien maradtak is, üldözői garantáltan rájöttek, hogy csak blöffölt, és gyorsan bekeríthetik őket. Másrészt, a férfi, aki szélsebesen mozgott a tölgyfák között, féltündér. Lorkán rohant, Egyre rohant, közben csak úgy nyeldekelte az erdő fólasztó levegőjét. A lánya hátán mérföldeken keresztül még csak nem is pisszent. Azokhoz a zsákokhoz képest, amit a hegyláncokon keresztül szokott cipelni, a lány pihe könnyű volt. Egy idő után érezte, hogy fárad és lassított. Mágikus ereje jelentős részét elhasználta, mert móresre kellett tanítani azt a három barmot. Kettőt megölt, a harmadikat odaszegezte a földre, hogy ne tudjon utánuk logolni. Szerencséje volt. A lány viszont okos volt. Egyre lassabban futott, aztán megállt. Élő zsákját egyszerűen ledobta a hátáról. A lány összerezzent a fájdalomtól, beteg lábán botladozott egy sort. A vére tehát vörös, nem bűzös fekete, ami a valk származásra utalt volna. De akkor hogy volt képes megfélemlíteni azt az ilket? Hova megyünk? kérdezte a lány. Maga elé vette, a zsákját, és elővette a kulacsát. Lorken arra várt, hogy sírni, imádkozni, könyörögni kezd, de ő csak le lecsavarta a bőrbe bugyolált flaska kupakját, és nagyot kortyolt belőle. Aztán Lorken meglepetésére őt is megkínálta. Nem kért belőle, mire a lány egyszerűen ivott tovább. Az erdő széléig megyünk, az Akantusz folyóhoz. És most hol vagyunk? Elány tétovázása árulkodó volt, kiadta magát azzal, hogy nem tudja, hol vannak, de kétségbe esetten tudni akarta a választ. Mi a neved? Merion. A lány acélkemény tekintettel viszonozta az övét. Különös egy lány. Válasz a válaszért. Édenlen közepén vagyunk. Egy nap járásra voltál az évőri folyótól. Marion kifejezéstelen arccal nézett maga elé. Lorken arra gondolt, lehet, hogy már látta a folyót, vagy hallotta, hogy milyen széles. Vajon elgondolkodott már azon, hogyan fog rajta átkelni? Rohanunk tovább, vagy üldögélünk egy kicsit? Lorcan fülelt, ha le valami gyanús zajt az erdőből, aztán biccentett. Merion sóhajtva leült a mohára és a gyökerekre. Figyelmesen méregette a harcost. Azt hittem, hogy minden tündér meghalt, még a fél tündérek is. Én nem vagyok ide valósi. Vendlinből jöttem, te pedig moradból, ha jól értem. Nem, onnan menekülök. Miért? És hogy sikerült elmenekülnöd? A lánya férfi tekintetéből látta, hogy vörös vér ide vagy oda, nem hisz még neki. Mégsem válaszolt, hanem lehajolt, hogy kikösse bakancsa fűzőjét. Kicsit remegett a keze, de sikerült meglazítania. Lerúgnia magáról a bakantot, levette az okniát és felgyűlte nadrágját. A bőre viszont alatta az ördögbe. Lorken sok sérülést látott életében, sokat maga okozott, de ennyire kezeletlen, ápolatlan lévő sérülést ritkán látott. Merion lába tel is tele volt hegekkel, a csontja eldeformálódott, eltorzult a jobb bokája fölött pedig gyógyulóban lévő sebek voltak egyértelműen bilincs nyomai. A moratiak rendszerint épek is egészségesek, szólalt meg Marion. A sötét mágiájukkal bármilyen nyavaját meg tudnak gyógyítani de nem is rukkannak le ennyire. Ezért boldogulhatott olyan jól a sántikállása ellenére. A hegek a színük alapján ítélve régen keletkezhettek, azóta pedig megtanulhatott élni ilyen rossz lábbal. Merion lehajtotta a nadrág szárát, de a bakancsát nem húzta vissza, a lábfejét masszírozta. Lorken kisé odébb leült egy farönkre, levettette a táskáját, és kotorázni kezdett benne. Mondd el, mit tudsz maradról. Kérte, és egy kenőcsös dobozkát dobott oda a lánynak. Egyenesen Doran elbőr hozta. A lány megnézte magának a dobozkát, közben próbálta összerakni, ki lehet a harcos, honnan jött, és mi lehet a dobozkában. Aztán bólintott. Üzletet kötöttek. Információt a kenőcsért. Lecsavarta a doboz tetejét, és a száján keresztül mélyen beszívta a gyógynövények átható illatát. Elkezdte bedőrzsölni a kenőccsal a lábát, aztán egyszerre tükröződött a fájdalom és az élvezet, aztán beszélni kezdett. Mesélt a Vasfogú Légi Hadseregről, a Szárnyparancsnokról és a Tizenhármakról, a katonai táborról, a hegyi erőt körül, azokról a helyekről, ahonnan folyamatosan visszhangzottak a kiáltások a számtalan kohóról és kovácsműhelyről, Elmondta menekülése történetét, hogy az erőd minden előjel nélkül, nem tudja hogyan, felrobbant. Kihasználta a lehetőséget, boszorkánynak költözött, fogta az egyik zsákját és kisúrant az erőd kapuján. A felfordulásban senki nem vette észre eltűnését. Hetek óta úton vagyok, mondta. A távolság felét, ha megtettem. Hova? Marion észak felé nézett. Tere szembe! Egy kicsit eltévettél jegyezte meg Lorcan vigyorogva. Tudsz valamit Tere kérdezte a lány aggodalommal a hangjában. Nem, semmit felelte Lorken és vállat vont. abba hagyta a lába kenegetését. Mi van Tere szemben? A családod él ott kérdezte Lorcan. Inkább nem kérdezte meg, hogyan került a lány muradba nem különösebben vágyott rá, hogy végighallgassa a szomorú történetét. Rég rájött, hogy mindenki története szomorú. A lány elkomorodott. Tartozom egy barátnőmnek, aki segítséget segített kiútni moradból. Arra kért, hogy keressek meg egy szerén a szárdot ilyen névre hallgató személyt. Ez az első feladatom, hogy megtudjam, ki ő és hol van. Ezért megyek teraszembe. Jobb ötletnek tűnik ott keresni, mint Éderlandben. Lorken úgy érezte, hogy a lány nem hazudik, és nem is ravaszkodik. Merő véletlen, hogy ők ketten összetalálkoztak. Azután pedig folytatta a lány, és arcra, arca, mintha felderült volna. Meg kell találnom Elin Galatinius-t, Tereszen királynőjét. Lorken majdnem a kardjáért nyúlt, úgy kellett visszafognia magát. Miért? Merion úgy nézett rá, mintha elfelejtette volna, hogy ki is ő itt és hogy ő is itt van. Azt hallottam, hogy hadsereget verbulálvál a moratiak ellen. Szeretném felajánlani neki a szolgálataimat. De miért? kérdezte Lorken újra. A lány rafilánságán kívül, amivel megúszta az ilk nem látta okát, hogy a céda királynő bármit használt tudná venni. Marion telt ajkai elkeskenyettek. Mert teraszeni vagyok és hosszú évekig azt hittem, hogy a királynőm halott. De életben van és harcol. Ezért én is harcolni fogok mellette, hogy ne raboljak el, és furcoljanak el több lányt moradba, ahol aztán mindenki elfeledkezik róluk. Lorkemben felmerült, hogy elárulja neki, hogy a két küldetés valójában egy és ugyanaz, de ez további kérdezősködéshez vezetett volna, nem volt olyan hangulatban. És te miért akarsz moradba menni? Mindenki menekül onnan. Úrnőm küldött, hogy hárítsam el az onnan fenyegető veszélyt. Egyedül. Nem sértésnek szánta Lorken, mégis feldeszemmel nézett rá. Rendelkezem bizonyos képességekkel, ahogyan te is. A lány tekintete a férfi kezére villant, amit fekete alvat férborított. Lorken azon tűnődött, vajon rájötte a lány, milyen mágikus erő képes buzogni benne. Arra várt, hogy Merion tovább kérdezősködik, de a lány felhúzta az okniát, aztán a bakancsát és befűzte a cipőfűzőjét. Nincs sok időnk a pihenésre. Lorken egyetértett vele. Merion felállt, tett néhány lépést és elégedetten vigyorgott, amit Lorken úgy értelmezett, hogy hat a miközben lehajolt a dobozáért, kibomlott a Sofia. Fekete haja szinte teljesen betakarta az arcát. Felemelkedett, és odadobta a férfinak a kenőcsöt. Lorken egy kézzel elkapta. És hogyan tovább, ha elérjük az akantuszt? Lorken a kabátja zsebébe tette a dobozt. Rengeteg karaván vonul a síkságon, nem beszélve a vándor cirkuszokról, Idefelé is több az utamba akadt. Valamelyiken biztosan át tud, a, valamelyik biztosan át akar kelni a folyón. Csatlakozhatunk az egyikhez, és elvegyülünk a társaságban. Az átkelés után még utazhatunk valamennyit a síkságon, aztán különvágnak útjaink. Te éjszak felé veszed az irányt, én délnek. Miért jössz velem, ha egyszer utána visszafordulsz? kérdezte a lány kissé hunyorogva. Szeretnék több részletet megtudni Moratról. Megvédelek a veszélytől, te pedig elmondod, amit tudsz. Az utolsó útjára induló nap aranyfényben füröztötte az erdőt. Marion Lorken javaslat a hallatán a homlokát ráncolta. Meges rá? Arra, hogy megvédesz? Ma sem hagyta lakott az ilkeknek, nem? A lány megdöbbentően tiszta és őszinte tekintettel nézett rá. Esküdj meg rá! Lorken a szemét forgatta. Megígérem! A lánynak fogalma sem lehetett arról, hogy az elmúlt 500 évben egyedül az ígéreteit vette komolyan. Nem hagylak magadra! Merion elégedetten bólintott. Akkor elmondom neked, amit tudok. Lorken a vállára vetette a zsákját és elindult kelet felé. Merion így szólt. Minden út útkereszteződésben lesben fognak állni. Átkutatnak majd minden kocsit utánunk. Ha itt megtaláltak engem, akkor a főutakon biztosan megfognak. Lorken arra gondolt, hogy a veszély őt is fenyegeti, ha a boszorkányok még a nyomában vannak. – És van valami ötleted, mit csináljunk? – kérdezte Lorken. Marion arcán rózsabimbóra emlékeztető száján halvány mosoly terült szét. Még tudott mosolyogni annak ellenére, milyen borzalmak közül menekültek ki, és az erdőben mind kellett keresztül mennie? Talán.